Trilla fiatal tehetségeknek adott bemutatkozási lehetőséget. Az énekesek, zenészek produkcióit szakmai zsűri értékelte, mások mellett Falusi Marian mondott véleményt a fellépőkről. Abból, hogyha valaki azt mondja, hogy hű, de jó vagy, az fontos dolog az elismerés, de mindenféleképpen csak is a problémák számbavevéséből lehet tanulni, hiszen azokat kell javítani, és én nem mondom, hogy mi megmondó emberek vagyunk, és nem mondom, hogy a marha okosak és tévedhetetlenek vagyunk, de átestünk már egy csomó olyan dolgon, amit én azt hiszem, hogy mindenkinek át kell ezeken a problémákon esni, de legalább tudják, hogy mi az, amire várnak. Jó az, hogyha megméretik magukat a fiatalok. A versenyen több elismerést osztottak. Az egyik legfőbb a Szepesi díj, amelyet Olá Krisztián zongoristának ítéltek. Jazzzenével foglalkozom, édesapám révén, aki gyakorlatilag szakított az évszázados hagyománya, hiszen az ő édesapja primás volt, és az ő nagyapja is primás volt. És ő lett egyedül jazzzenész a családban, illetve Szakcsi Lakatos Béla nagybátyám. Ők ketten szakítottak így a hagyománnyal, és nyilván az utánuk lévő generáció, ami én vagyok, illetve a Béla bácsinak a két fia. A Trilla díjat a Summer Soul formáció kapta, amelynek több tagja más felállásban már tavaly is sikert aratott. Ez egy jazz standard, egy Gershwin szám, amit feldolgoztunk. De alapvetően igazából beletettük magunkat, és így a szöveg adott, a harmónia kör is, de belevittük a saját egyéniségünket és lelkünket, és ettől hát így nem tudom meghatározni, és hogy konkrétan milyen műfaj. Igen, ez a Summer Soul stílus. Ezek mi vagyunk. A bárzenész találkozó szerda este zárul a Végvári Vitézek terén. A Minaret Kamara Zenekar többek között Malek Andrea és Horgas Eszter közreműködésével.